A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának gondozásra átadott szakképesítésekben, így a kereskedők számára is minden évben meghirdetik az országos szakmai tanulmányi versenyt. Az idei rangos megmérettetésen a fővárosi döntőben kereskedelmi ágazatban 6 versenyző mérte össze tudását 3 napon keresztül. Budapest, Miskolc és Békés Csaba mellett a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, Návai Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma is képviseltette magát. Közülük a magyar családi Lunc Lili bizonyult a legjobbnak, tudtuk meg Kincses Tima igazgatótól egy sajtótájékoztató keretében. Azt gondolom, hogy minden szakképző iskola életében ez a legrangosabb szakmai verseny, és hát arra törekszik mindenki, hogy a tehetség gondozást ápolja, a legtehetségesebb gyerekeket felkészítse ezekre a versenyekre, és természetesen nagyon örülünk annak, hogyha sikereket, eredményeket is érnek el, hiszen ez megmutatja azt, hogy milyen szakmai munka folyik egy iskolában, és azok a kollégák, akik felkészítik, milyen szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amit át tudnak adni a legkiválóbb tanulónknak. Lunc Lilit a gyakorlati képzőhelye mellett nagyban segítette iskolája is. Itt szeptember óta 5 szaktanár irányítás alatt készült fel a versenyre. Rizs Ilona elsősorban a közgazdaság területén nyújtott számára támaszt. Mint elmondta, a döntőbe jutásért több fordulón kellett jól teljesíteni a diákoknak, ezeket az akadályokat Lili mindig jól vette. Stábunknak arról is beszélt, hogy a végső megmérettetésen milyen feladatokat kellett megoldaniuk. Az első nap írt egy 2 órás írásbelit, ami tulajdonképpen egy gyakorlati vizsgarész, ahol különböző bizonylatokat kellett a gazdasági eseményeknek megfelelően kitöltenie, délután pedig egy áruszigetetés, egy díszcsomagolást kellett elkészíteni 90 perc alatt. Hát ez nagy dicsőségünkre válik, hogy mint megtudtuk, maximális pontot kapott rá, és kiemelte a zsűri, hogy mennyire ügyes volt és szép volt, amit elkészített. A keddi napon a záróismereti tudást kérték számon, mind magyar nyelven, mind pedig angolul. Lili angolt tanul, most készül már a nyelvvizsgára. A felkészülés és a kitartó munka nem volt hiába való, hiszen Lunc Lili az ország legjobb kereskedője, azaz a szakmasztárja lett. Ezzel pedig az erre a pályára készülő diáktársainak, valamint a versenyezni vágyóknak egy megfelelő példával szolgálhat. Azért is tudom ajánlani, mivel így én megkaptam a vizsgát, tehát nem kell vizsgázzak évvégén, és így megvan a szakmám, már ez is egy nagyon nagy pluszpont. Viszont az, hogy Pesten volt ugye a verseny, számos új emberrel megismerkedhettem, mind tanárokkal, mind diákokkal, és sok új dolgot tanulhattam tőlük is, meg egyébként is a felkészülések során. Mint megtudtuk, Lili szakmájában képzeli el a jövőjét, de nem zárta ki azt sem, hogy tovább képezze magát valamelyik felsőfokú oktatási intézményben. A versenyről bővebben, ma esti híradónk után, a Hírextrában beszélgetünk vendégeinkkel.